A 13. kerület jogi és közbiztonsági bizottsága tárgyalta azt a rendeletmódosítást, amely az autók utcán történő parkolását szabályozza. A jövőben jelentős lesz a változás, ugyanis az állandó lakcímmel rendelkező kerületi lakosoknak is 15 és 30 ezer forint közötti összeget kell fizetniük, ha az autójukkal az utcán szeretnének parkolni. Az önkormányzat a kerületben forgalomszabályzási szándékkal teszi fizetőssé a parkolást, de tudható az, hogy emiatt sem az autók száma nem fog csökkenni, sem a szabad parkolóhelyekből nem lesz több. Ez tulajdonképpen egy bújtatott adó, egy sarc az autósok számára. A Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként nem szavazta meg ezt a módosító rendeletet, és a jövőben sem fogom támogatni az autós társadalom kizsákmányolását.